Van egy közösségi személy, aki mindent megtesz azért, hogy felfigyeljenek rá. Minden kétes és bűncselekmény gyanús esetbe belefolyik csak azért, hogy ő lehessen a téma, teszi mindezt anélkül, hogy észrevenné magát. Nem tisztel se nemet, se azt, semmit. Egyáltalán nem érez bűntudatot vagy szégyenérzetet bármiért, amit csinál, legyen akármilyen guztustalan dolog ez. Ezért bár jó páran csak röhögnek rajta, de úgy érzem, hogy egyszer komolyan is el kell beszélnünk Sodiról. Számomra Sodi először egy elveszett léleknek tűnt, aki talán megérdemelhetné a segítséget. Azonban idővel rájöttem, hogy valójában nem csak hogy egy-két dologban teljesen beszámíthatatlan, emiatt pedig még az ész érveket sem hajlandó meghallgatni, de ráadásban kimondottan káros és gusztustalan figura a maga nemében. Amit viszont baromi jól tud álcázni, mindig azt mutatja, hogy mintha mindig a körülmények áldozata lenne. Igazi számító, manipulatív pszichopata jellem. A videó maga sznecológusoknak nem lesz egy nagy eresztés, de aki nem sznecológus és eddig Sodinak csak a mókás esetleg bénázó arcát látta, vagy azt sem tudta, hogy ki az a Sodi, az meg fog lepődni. Valószínűleg egy bizonyos értelemben a magyar internetes történelem egyik legveszélyesebb alakját mutatom be, nem véletlenül gyűlölik ezt az embert közel stóva 16 éve az interneten. Először is azonban négy alapvető dologról tudnotok kell. Ki az a Sodi? Sodi egy anticelep figura, alkoholista, megalomán, exhibicionista, aki az élete minden szegletét képes megmutatni a külvilágnak, ebbe beletartoznak a botrányai is, sőt a vetkőzését, fürdését, szerelmi életét, sőt még saját szenvedését is múlsorra tűzi. Gyakorlatilag teljesen nulla szégyenérzete van, ha kell idegrohamot kap élőben, vagy másokat fenyeget, ver, de még pornót is kapcsol, ha úgy terte kedve. A saját streamjeibe rakja ki a róla készült gúnyképeket is, sőt nap mint nap megosztja őket Facebookon. Barátai egyáltalán nincsenek, akik vannak, azok is elég nehezen nevezhetőek annak, ráadásul elég kétes figurák. Viszont az elmúlt több mint egy évtized során rengeteg utálója lett Sodinak, akit ő a barátainak tart, valójában csak élősködnek rajta. Bár először egy esetlegesen segítségre szoruló alkoholistát láthattok benne, és sikerülhet elhitetnie veletek, hogy egy autisztikus, de alapvetően jó indulatú megtévedt ember, aki csupán a körülmények áldozata, azonban ennél azért jóval te bonyolultabb személyiség Sodi. Kik azok a sznecológusok? A sznecológusok azok az emberek, akik követik Sodit és elemzik őt. 99,9999%-ban a gyűlölői. Az okokat pedig a videó közben megértitek majd. Sznecológusokhoz kötődő személyek előszeretettel mirrorozzák Sodit, hogy egy ilyen káros személy kevesebb nézettséget szerezzen. Nézni is csak azért nézik, hogy kiröhöghessék őt. Mi az a Sodi fórum? Ez inkább a Sodit utálók fóruma, akik az évek során odarakódtak és megismerték Sodi valódi jellemét. Legtöbbjük egyébként először segíteni akart rajta, de hosszabb vagy rövidebb idő alatt rájött, hogy valószínűleg menthetetlen és rászolgált arra, amit kap. Mi az a Sodipédia? A Sodipédia egy alternatív Wikipédia, ami Sodi életéből minden cikis jelenetet tartalmaz. Brutális mennyiségű információ van rajta, gyakorlatilag az összes cikis vagy gusztustalan lépésével együtt végigkíséri Sodi életét tűpontosan szinte napról napra. 2006-tól 2014-ig inkább írásos, blogos képi bizonyítékok vannak rajta, utána viszont maga Sodi töltött fel mindent például YouTube-ra vagy a Twitch-re. A videóban igazából a 2006 óta eltelt időben szedtem össze a legnagyobb és leggusztustalanabb húzásait a Sodipédiáról és a Sodi fórumról. Maga a videó nagyja és a Sodipédiáról összeszedett információkból és egy kis kutatás után egy jó adag megbizonyosodásból készültek. Egy apró felvilágosítás azonban mielőtt neki lendülünk. A képen látható sznecológusok a kutatáshoz hozzájárultak, és igazolják, hogy valós információk hangzanak el. De akkor következzenek az események. Ez nem mind, ennél jóval a hosszabb a lista, ezek csak Sodi főbűnei. 2006-ban, amikor Sodi 23 éves volt, ott volt az akkori, mára valószínűsíthetően a Fidesz által kirobbantott tévészékház ostrománál. Ekkor több esetben is megpróbálta a forradalmi hangulatra hivatkozva nyilvánosságra hozni a rendőrök kilétét a családjukkal együtt, hogy lincseljék meg őket. Állítása szerint ez volt a helyes. Egy felmentő ítélet születik ebben a konkrét ügyben, akkor mindenki arra fog tudítani, és elindítok a mozgalmat, hogy tessék ilyen listákat készíteni. 2006 környékén még egy homofób antiszemita érveket valló ember volt Sodi. Előszeretettel hívott mindenkit zsidónak, és küldte el gázkamrába, aki egy kicsit is nem értette együtt vele.
innen jött az egyik örökmémos necrológusok körében a zsidózás. Itt láthattak egy válogatást belőle. 2009-ben az ő által a buzi gyógyítónak nevezett tüntetést szervezett, emellett pedig Len előszeretettel közvetített az ellentüntetésekről. Ami azért furcsa, mert nem sokkal rá, többször is lebukott egy saját maga által egy meleg oldalra felrakott önkielégítős videóval. Fun fact, a mai nap egy transzexuális nőbe szerelmes. 2009-ben a nagyanyja örökségének a nagyját már felérte, emellé takarítónő járt hozzá, még az ételt is futár pakolta be a hűtőjébe. Volt kocsia, de jogsia viszont nem. Merülhet fel a kérdés, hogy honnan volt erre pénz a Sodinak. Nos, Sodi anyukája hitelből ért és finanszírozta Sodi életét, aki maga is felvette egy rakás szociális támogatást és diákhitelt. A diákhitelt például csak 10 évvel később és nem is önszántából kezdte el törleszteni. Ugyanígy 2009-ben szerzett egy lakást is megkérdőjelezhető módon. Az anyja segítségével ugyanis egy Scheller apját lemondatta a házuk haszonélvezeti jogáról, így simán a híd alá küldte őt. Úgy hílik, hogy az azóta eltelt 12 évben sem volt hajlandó meglátogatni az apját, annak ellenére, hogy ő szeretett volna Sodival találkozni többször is. Még mindig 2009-ben vagyunk, ugyanis életmódja miatt Sodit kivágták az egyetemről, hozzávetőleg 6 év alatt 3 szakon 51 tárgyat teljesített csak. Ráadásul a felhalmozott adósságok miatt kénytelen volt eladni a lakását is. Anyja ezután elküldte dolgozni az akkor már több mint 26 éves Sodit. Ám ez elég sokáig nem sikerült neki, és úgy hírlik, hogy amikor valamit dolgozott is, nem végzett túl jó munkát. 2011. januárjában pátyra költözött az anyjához, ahol viszont nem volt áram a tartozások miatt. Ez volt az első eltűnése Sodinak, hiszen előtte sosem tűnt el az internetről fél évre egyhuzamba. Mint kiderült, ebben a fél évben a saját anyja kidobta, és anyja ismerőséhez egy Rocskai Vera nevű nőhöz költözött, aki később végrehajtási pert is indított Sodi anyja ellen. Vera megengedte Sodinak, hogy az irodájában lakjon. A fun fact az egészben, hogy Vera férjének az egyik cége, a Questor, ekkor került Magyarország legnagyobb pénzügyi csalásába. 2011 második felében tért vissza Sodi az úgynevezett 66 másodperc blogjával. Állítások szerint nyomorgott Sodi, mert elutasította a munkát, hiszen megfogadta, hogy sosem lesz munkaviszonya, a 8 órás szürke egér meló, ahogyan ő fogalmazott. És ahelyett, hogy akkor vállalkozott volna, inkább elmebetegeket és perlekedési tébolyban szenvedőket kamerázott ételért. A helyzetét meg sem próbálta megoldani, egyszerűen lejjebb adta az igényeit, és szó szerint 5 teljes éven át élt Vera néni nyakán kisebb-nagyobb megszakításokkal. Az irodistákkal folyamatosan összeveszett Sodi, kiderült, hogy közülük egy sznecológiai terminusokkal viccelte őt. Állításai szerint Sodi büdös volt és koszt csinált mindig. Az itt láthatott üzenetet pedig Gergő, Vera fia írta később Sodinak. Sodi 2013 környékén az otthonvédő Koppán csoportot segítette. Ekkoriban volt Sodinak az egyik legnagyobb fogása a Bándikata ügy, amiben egyébként Fóris Esztert követte. Kata egy 25 éves rendőrségi pszichológus nő volt, akit Péntek László kéjvágyból ölt meg. Fóris össze akart jönni az elkövető egyik rokonával, ezért gyilkost mentegető videókat forgattatott Sodival. Ezekben pedig könnyűvérű nőnek állították be az áldozatot. Sőt, Sodi a tárgyalásra is bejutott a sajtóigazolványával, és Sodinak volt idézőjelesen köszönhető, hogy rengeteg intim részlet, így az erőszak részlete is a gyilkosságról kiszivárgott a tárgyalóteremből. Nem érőszak ügyében egyébként zárt tárgyalások vannak, ez egy kivételes eset volt, ám külön bírósági döntés volt, hogy az erőszakról semmilyen hang- és képi anyagot nem lehet kijuttatni és rögzíteni sem. Sodi ezt megtette, ami nem csak hogy bántotta Bándikat a családját, de kis hián romba is döntötte azt. Végül a Sodiék által mentegetett Péntek László tényleges életfogytinglant kapott, bebizonyosodott tehát, hogy ő erőszakolta és gyilkolta meg Bándikatát. Sodinál a mai napig téma az ügy, de vele együtt félre is beszél. Mivel se szégyenérzete, se jó érzés nincs benne, nem fog együtt érezni, hiszen számára ez csak egy megosztott adat és egy téma, amivel magára irányíthatja a figyelmet. A mai napig úgy hivatkozik rá, hogy becsülétsértésre nem alkalmas cselekvés volt, ő ebben hisz vakon és nem érti, mi hibát követett el. Még videófelvétel is van fent az interneten, ahol nevetség tárgyával teszik a gyilkosságot, de Sodi szerint ez nem igaz, csak kiragadott szavak. Ő csak védekezik, hogy a cselekedetei ellenére sem hibás, tehát empátiának semmi jele nincs. 2013-ban egy Koppán csoportos kilakoltatás során megismerkedett egy Berlinben élő magyar fotós nővel, K. Andival, aki véletlenül ugyanarra a kilakoltatásra keveredett. Andi elkövetett egy számára később hatalmasnak bizonyuló hibát, és egyszerű emberhez méltóan viszonyult Sodihoz, ami bizony megbosszulta magát.
Bár Sodi addig a pontig ultra hazafi volt, és évekig mondogatta és fenntartotta, hogy aki külföldre megy, az egy hazaáruló. Én két hétnél tovább nem akarok külföldön tölteni semmilyen időt, mert én azt mondom, hogy ez a hazád, itt élet halnod kell, úgyhogy én mindenképpen itt akarok maradni, jöjjön akármilyen nehézség. Viszont mégis kiköltözött látatlanba Andi után Berlinbe, még úgyis, hogy Andinak volt párja. Fun fact, azóta Sodi folyamatosan szidja az otthon Magyarországon maradtakat. Sodi fél év alatt elképesztően rápörgött Andira, eltörte a saját orrát, fenyegette Andit azzal, hogy a betonba veri a saját fejét, öngyilkos lesz, folyamatosan követte, zsarolta és zaklatta a nőt. Mivel Andi céges levelezéseit is Sodi programozta, hozzáférése volt az üzleti leveléhez. Meg a Sodi vallotta be és osztotta meg a fórumon, hogy kifigyelte a programjait, és a Gmailjét is megpróbálta feltörni. Mivel semmi sem ment flottul, bedobta a Royal Flush-t és megcsinálta azt a híres neves Béküljünk ki, könyörgöm videót. De ne verjen át a sírás, itt a célja az volt, hogy hát ha manipulálni tudja a nőt. Ám, mint hiába. Andi átlátott rajta, így kénytelen volt hazajönni és tovább kihasználni Vera néni vendégszeretetét. Ezután azonban elkezdte patkányozni és gúnyolni a Berlinben lakó Andreát, és folyamatosan, nyilvánosan arról fantáziált, hogy hogyan tudna megkeseríteni a nő életét. 2014-ben Szepesi Zsoltnak segített, hogy kamupártakból több millió forintot kicsaljanak, eközben pedig direktben folyamatosan megkárosította a régi BKK-t, vagyis a BKV-t. Ezeket a mai napig nem fizette vissza, arra hivatkozva, hogy ezek elévültek, és neki így már nem kell megtenni ezt. Ezután Sodi eltartóját Vera nénit sajnos rákkal diagnosztizálták, Sodi pedig mivel tudta, hogy az örökösei nem fogják megtűrni őt az irodában, elkezdett a saját helyzetére úgy hivatkozni, hogy életveszélyben van. Ezért megint kiköltözött Berlinbe, és pár hónappal ezután sajnos Vera néni meghalt, a családja viszont meg sem hívta Sodit a temetésre. Sodi pedig azóta sem ment el meglátogatni Vera néni sírját, annak ellenére, hogy ingyen biztosította a lakhatását, 5 éven át etette és anyja helyett az anyja volt. 2022-ben az egyik live-jában Sodi maga vallotta be, hogy idézem, nem volt rá ideje, mert egzisztenciát kellett teremtenie. Az első berlini hónapjaiban majdnem éhen halt Sodi, ekkor azonban egy fórumozós necrológus megsajnálta, és egy újabb hosszú sztori vette kezdetét. Zseri 50 eurója a mai napig téma Sodinál. Ő ugyanis 2014-ben felajánlotta Sodinak, hogy segíthet egy induló vállalkozásában. Sodi azonban manipulatívan kihasználta Zseri ófelségét, és nemes egyszerűséggel lelépett a munkából. Az előleget, amit kikunyerált Zseritől, pedig sosem adta vissza. Fun fact az az, hogy 2020-ban Zseri kihívta Sodit egy programozó megmérettetésre, amire Sodi nem volt hajlandó kiállni, ezzel pedig Len szimbolikusan elismerte, hogy egy normális programozóhoz nem képes felérni. Innentől azonban Sodi maga töltött fel minden egyes dolgot a YouTube-ra, vagy éppen streamelte azt Twitch-en. Több durva dolgot is élő egyenesben streamelt, úgyhogy anyagot is sokkal könnyebb találni Sodihoz. Berlinben egy újfajta életformára rendezte be a környezetét. Állást kellett találni, ehhez viszont durván kénytelen volt elferdíteni az önéletrajzot. Ezt hívják úgy, hogy masnizás, és azóta is folyamatosan ezt csinálja Sodi. Ilyen ferdítés például, hogy csak nyelvvizsga miatt nincs diplomája, vagy projektmunkának jelöl meg egy olyan projektet, ahonnan egyszerűen kirúgták szakmai tudás hiányában. Ezért hívja sok sneccológus a mai napig Kóklernek őt, mert annak ellenére, hogy a szakma egy jól kereső munkáltatók által keresett, kimondottan hiány szakma, sosem tud megmaradni egy helyen húzamosabb ideig. Ez pedig lenne elsődlegesen nem a személyiségének, hanem sokkal inkább Sodi képességeinek szól. Kirúgása után pedig perrel fenyegetve erőszakosan kicsikar a cégtől egy ajánlást, hogy más cégeknél is ugyanazt tudja csinálni. Egy szóval Sodi lusta és nem ért ahhoz, amiért felveszik. Bár szó, ami szó, lett volna ideje megtanulni programozni Sodinak, de valószínűleg nem akart. Ekkor azért már jóval több mint 10 éve volt, hogy az egyetemet először elkezdte, szóval legalább 10 éves tapasztalata kellene, hogy legyen kódolásban. Bár én nem értek a kódoláshoz, de az egyik kód review-jára is Sodi ezt az elég ciki választ kapta, amit itt láthattok. Emlékeztek Iron Channel-re tavalyról? Akit elégetett az egész magyar YouTube közösség egyetlen amúgy tényleg nagyon gusztustalan és nagyon valószínűleg ő általa készített pedofil gyanús videó miatt? Nos, Sodi ezt abszolút megugorja többszörösen is. Bár évek óta volt róla egy-két könyvjelző, hogy Sodi elég kétes oldalakat is követ,
Illetve több mint egy évtizede mondják sneccológusok is, hogy alsó hangon biszexuális, de 2020-ban véletlenül a kereső sávjában élőben látható volt egy még kétesebb megnyitott oldal, ami valószínűsíthetően fiatal fiúkkal készült pornóránget következtetni. Amivel még önmagában nem is lenne nagy gond már, hogyha 18 év felettiek, bár azért azt megjegyezném, hogy egy átlagember valószínűleg ezen a ponton hagyná az internetes streamelést örökre, hiszen nehéz lemosni ezt a szégyent, de nem Sodinak. Ugyanis a történet tovább bonyolódik. Később egy tisztázós lávjában előszedett egy rakás nudista képet, kikockázva több tucatot, amint valószínűsíthetően 3 és 15 év közötti gyerekek, főleg fiúk vannak felnőtt társasággal vagy nélküle meztelenül. A következő mondatot pedig a Sodipédiáról idézem, tehát nem az én szavaim, de szó szerint így van leírva. 2020 elején Berlinben ő maga mondta el, hogy meztelen gyerekeket ábrázoló képek fölött maszturbál, azonban ezt nem tartja elítélendő dolognak. Ugyanerre a live-ra reagált pár nappal később a károgó varjú alias Bandi. Sodi mentor a Krokó tanár úr oktatta ki évekkel a botránya előtt, hogy a meztelen fiatalkorúak képeit azzal kell magyarázni, hogy nem szexuális célzattal készültek. Sodi ezután ezzel védekezett live-ban is, például amikor 2020 nyarán a német rendőrség házkutatást tartott az albérletében. Tette mindezt azért az interneten bemutatott streamért, amiről előbb beszéltem. Sodi ekkor nem volt a helyszínen, és a rendőrök úgy értesültek, hogy külföldre költözött, szóval a német rendőrök ráhagyták ezt Sodi következő otthonára. A pedofil botrány miatt az addigi nagy haverja, akinek többször pénzt adott kölcsön Sodi, elfordult tőle és megtiltotta, hogy Sodi felhasználja az együtt leforgatott videóit. Berlinben egyébként Frank Genial alias az Ogrénél lakott, ahol egy szobát bérelt tőle. A bácsi felmondta Sodi szerződését, mert a viszonyuk megromlott egy idő után. Ám Sodi több mint fél évig nem volt hajlandó kiköltözni, és arról álmodozott, hogy Frank meghal és ő fogja idézőjelesen örökölni a lakás bérleti jogát. Eközben Sodi nem volt hajlandó elfogadni, hogy az akkori cége kirúgta, így a cég házhoz vitte a levelét, amit Frank vett át. Ezután viszont Frank zárat cserélt és levitte Sodi cuccait a pincébe. Sodi ez alatt pedig Ausztriában ivópartizott pár emberrel, akit ő haverjának tart. Sodi munkába is úgy helyezkedik el, hogy próbál minél kevesebb dolgot csinálni és vizet zavarni. Húzni szokta az időt, hogy minél később jöjjenek rá, hogy nem érte hozzá, mihez fölvették. Amikor nincs munkája, azt hazudja, hogy van, és például Facebookozik, mivel ott állandóan aktív. Ezzel biztosítja, hogy ne kelljen semmit sem csinálnia, ám amikor igazi feladatot kap, kiütközik, hogy nem ért hozzá, a legtöbb ilyen esetben pedig kirúgják miatta. Nem is véletlen tehát, hogy az elmúlt 2 évben 5-ször rúgták ki. Az sem véletlen, hogy amióta Linzben van, munkaideje több mint felét felmondás alatt töltötte és be sem járt a munkahelyére, csak felélte a pénzt, amit a cég kénytelen volt kifizetni neki a semmittevésért. Ezzel gyakorlatilag a céget károsította meg havi több 1000 euróval, illetve annak ellenére, hogy programozóként könnyű munkát találni, ő nem volt rá hajlandó, ezért tavaly év végén már hónapokon át AMS segélyekből élt. 2021-ben volt még egy fontos ügy, ami elég komoly téma még most is Sodinál. Ugyanis az év vége felé meg tudta mutatni, hogy igazán erőszakos is tud lenni, és simán tud bántalmazni idősödő nőket. Meghívta magához Kafka Merci trash celebet és Szedunka Jutkát. Utóbbit élőben többször, idézem megint a Sodipédiát, lefogta, száját befogta, ütlegelte, verbálisan gyalázta, félmeztelenül a kamera előtt rángatta, majd a bántalmazások után panaszkodott, hogy ez ő keze lett sebese miatt. Sodi live-ban mondta el többször is, hogy szerinte mindent tökéletesen csinált és bármikor megtenné újra, szerinte ez a helyes eljárás. Ugyanúgy 2021 végén, 2 nappal karácsony előtt randalírozott Gammer Bandival, Kozma Csabival, és folyamatosan zsarolni próbálja azóta is Kafka Mercedest, érzelmileg és anyagilag is. Az említett napon például live-ban ittosan nőket gyalázó monológokat mondott, például, hogy nőket el kell nyomni, hogy megtanulják, hogy hol a helyük. Rúg meg, mit csinál, az nincs más kérdés. Addig nyomni kell, ha lesz, ha mit csinálnak. Gyere már, 2021 utolsó napjaiban pedig egy troll leverte Sodi szemüvegét, ami miatt megesküdött, hogy a srác teljes családját kiirtja az utolsó tagig, akit amúgy tévesen azonosított be és több órán keresztül fenyegetett egy ártatlan srácot, hogy meggyilkolja. Egyenlőséget téve ezzel, hogy az ő 60.000 forintos szemüvege annyit ér, mint egy több tagú család teljes élete. 2022 elején továbbra is folyamatosan zaklatja Kafka Mercedest a róla és a Merciről készült sneccológus mémekkel. Mivel nulla szégyenérzete van Sodinak, minden nap posztolja őket.
nem is tudja megkülönböztetni a viccelődést és a gúnyolódást, amiért még Merci is megharagudott rá, és végül ő állította le. Magyar Viktor egy streamer ellen többször is sunyiban próbált szervezkedni Sodi, ezért Viktor feljelentette őt Tajgi haverjával együtt. De lássuk akkor Sodi elveit is egy kicsit. Sodi maga is elmondta, hogy az embereket NPC-nek vagy non-playable karakternek látja, ergo tárgyaknak. Ami egyértelműen az autizmushoz köthető, de minimum Asperger szindróma gyanús jel. Viszont Sodi azt is el szokta mondani, hogy mérlegelés csak az alapján szemléli az embereket, hogy a hasznára válnak vagy sem. Emiatt pedig érdemes újraértelmezni csak Sodi elmúlt pár hónapját akár. Lásd ezek között például a Mercis példát, a jutkásat, vagy éppen az új szászi srác esetét, esetleg a pincércsaj esetét, de akár a szemüveges sztorit is ide lehetne sorolni. Sodi imádja rugdosni és alázni azokat, akiket maga alávalónak tart. Amikor azt hitte, hogy el tudja végezni az egyetemet, akkor még az első generációs értelmiségieket ócsárolta, mert neki már a nagyszülei is diplomások voltak. Gúnyolódott a panel lakókon, borgoknak nevezte őket. Nemes egyszerűséggel, amikor csövezett egy irodában, akkor is talált egy csoportot, akin gúnyolódhat. Például a külföldön dolgozó akkori magyarokat előszeretettel hazaárulózta és örvendezett a halál híreken annak idején. Ma ő is külföldön lakik és a teljes ellentétjét teszi, kiröhögi azokat, akik otthon maradtak Magyarországon. Most 2022-ben, amikor évente fél tucat IT cég felveszi, majd viszonylag gyorsan ki is rúgja őt, akkor többek között eladókon, futárokon, ügyfélszolgálati munkatársakon, henteseken és pincéreken is gúnyolódik, nézi le őket a munkájuk miatt, munkájukat semminek tartja, magát pedig felsőbbrendű értelmiséginek hiszi. De itt van még egy lista, hogy Sodi kiket is néz le pontosan. Az elmúlt 5-6 évben, amióta a súlyosabb pénzeket vett fel német bankoktól, többször is elajándékozta számára hatalomért cserébe, ugyanis ezekért a pénzekért ő alázatot és felsőbbrendűséget vár el. Sodi, ha valakinek kölcsön ad, azt a saját ölebévé teszi, legalábbis a Sodi féle álomvilágban. Az egyik idegrohamos során például elmondta, hogy Marknak, akinek aktuálisan akkor adott kölcsön, a porban kellene csúsznia a lábai előtt. Megvenni, azok után, hogy milliókat fizetek ki, hát ki, hogy jön bárki ahhoz, hogy engem korlátozni akarjon a milliókba kerülő, a nekem milliókba kerülő tartalmak meg, azokra való hivatkozás vonatkozásában, mint ez az ember, aki most engem itt fölhívott. Hát álljon már meg a menet. Kibaszottul. Kibaszottul, eleget fizettem ahhoz, hogy az én lábamnál mindenkit. Sodi elképesztően szexista és hihetetlenül gyűlöli és lenézi a nőket. Simán és rendszeresen tud kárról venni fiatal nők halálán és szenvedésein. Talán nem is véletlen, hogy 9 évvel ezelőtt a Bandikata ügy után is elő tudja venni egy nő halálának részleteit egy kis nézettségért, és bebeszéli magának, hogy ez a helyes, mert meg kell magyarázni. Sodi sosem képes bocsánatot kérni, és soha semmiért nem érzi magát hibásnak. Mindenre talál valami kifogást, hogy nem magát kelljen hibáztatnia. Amikor az egyetemről kivágták, nem a rossz tanulmányi eredménye volt a hibás, hanem a világválság meg a Gyurcsány. Amikor követte Andit, nem ő volt a hibás, hanem bebeszélte magának, hogy Andi hívta meg őt. Amikor megfenyegette, hogy megöli és kiírtja az egész családját egy gyomai srácnak, nem az ő hibája volt, egy járókelő mondott neki rossz nevet. De tessék még pár példa a Sodi önmentegetéséből. Sodinál többször is előkerült, hogy autista, viszont ős neccológusok szerint ez határozottan tévedés. Szerintük sokkal inkább egy gátlástalan, magát elesettnek tettető, de folyamatosan manipulálni próbáló rosszindulatú, és megint idézek, kobold. Mint hallhattátok, folyamatosan áttapos másokon, nyomorúságot és fájdalmat okoz még annak is, akit szeretni próbálna. Jómódú családból kezdted, de saját hibájából és lustaságából folyamatosan szegényebb és szegényebb lett. Éveken át másokon élősködött. A mai napig cégeket ver át, hogy pénzhez juthasson és kérkedhessen a vagyonával, annak ellenére, hogy már több mint 30 ezer eurós tartozása van. Személyisége nagyon kettős, emiatt még a borderline szindróma is szerepet kaphat nála. Sodi mindig ellentmond magának. Régen melegellenes volt, ma egy transzexuális nőbe szerelmes. Állítása szerint tiszteli a nőket, gyakorlatilag meg szó szerint azt mondta az egyik live-jában, hogy le kell vinni őket a földre, hogy tudják, hogy hol a helyük. Állítása szerint jámbor nem bántnak senkit, mégis simán bántalmazott egy idősödő nőt. Állítása szerint nem pedofil, mégis gyerekekről készült képeket streamált nem is olyan rég. Állítása szerint sosem nézett le senkit, gyakorlatilag minden nap minden adásban szinte megteszi. Úri fiúnak tartja magát, közben több mint 10 millió forintos mínuszban van. Kúnyolja a panellakókat, miközben ő is egy alsó-középkategóriás panelban lakik. Gaming Twitch csatornája volt hónapokig, annak ellenére, hogy utál játszani és nagyon suta is hozzá.
többször utazott, hogy vlogolhasson, annak ellenére, hogy nem élvezi az utazást egyáltalán. Végül pedig a gondolatébresztő kérdések azoknak, akik még ezek után is hiszik, hogy Sodi megérdemelni a segítséget. Az elmúlt években felvette és szűkös időn belül kirúgta volna 6-7 cég, hogyha alkalmas lenne a munkára. Ha jól dolgozik, vajon kirúgták volna annyiszer? Vagy ahogyan ő állítja, miért tudnak kirúgatni a snetszológusok és a trollok? Milyen lelkületű embernek távolítják el tömegével a Facebook posztjait? A barátai közt miért csak nőverő és vagy börtönviselt emberek vannak? Miért nem lett egyetlen egy barátja sem a volt munkahelyéről? Milyen ember az, aki sosem köszönti fel például az édesanyját sem? Milyen ember az, aki sosem találkozik az apjával, akinek gyakorlatilag tönkretette az életét? Milyen ember az, aki sosem látogatja meg annak a sírját, aki megakadályozta, hogy hajléktalan legyen? Szerintetek megéri ezt az embert támogatni bármivel? Sodi tehát többek szerint egy teljesen menthetetlen figura. Az volt már talán egy éve is, de lehet már egy évtizede is. Ez a videó főleg azok számára volt egy összefoglaló, akik nem értik, hogy a 40 éves alkoholista Sodit miért bántják annyira. Hát többek között ezekért, és ezek még csak a legnagyobb dolgok voltak. Nem volt szó még például olyan történetekről Sodi kapcsán, mint a Bunky Bank, a Szex Nagyi, a Lenini jégtörő, a cigányi domítás, a média birodalom bukása, Sodi faszmonológiai, az erőember, a pátyi zsinat, vagy a szupergonoszok ligája. De mindezt Sodipédián is megtalálhatjátok, sok vicces és sok komoly dolog is van fent.